Következőkben hallgassák meg a Fejér megyei 64 vármegyei ifjúsági mozgalom vezetőjét, Kónyi Kisbotondot. Kedves bajtársaim! Az elmúlt napok értékpusztító, agymosó liberális megnyilvánulásai tele voltak azzal, hogy 1956 kapcsán miért kell az emlékezésbe politikát keverni, miért kell aktuális eseményekről beszélni, és miért nem sokkal inkább némán szemlesütve fejet hajtani. Bármilyen történelmi esemény megítélése kapcsán két lehetőség van. Az egyik, hogy harcolunk az abban megnyilvánuló eszme ellen, a másik pedig, hogy harcolunk az abban képviselt eszméért. Ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor a puszta emlékezés egy lényegtelenített ocsmány hazugság csupán. Az 1956-os szabadságfelkelés a magyar történelem egyik legdicsőbb eseménye kapcsán 57 év eltelte után sem az a megfelelő hozzáállás, hogy csöndben, gyáván szomorkodunk és gyászolunk, esetleg némán mécses gyújtunk. Aki így tesz, az belenyugszik abba, hogy a szabadságharcot leverték. Az belenyugszik a sötétség győzelmébe. Ugyanis az 56-os hősök nem azért adták az életüket több százan, hogy pár évtized múlva már írmagja se maradjon az ő harcos mentalitásuknak. Hogy heroikus küzdelmükről csak könnyek közt elérzékenyülve lehessen szólni. Mit szólna ma ehhez az a pesti srác, aki 15 évesen kiállt a szovjet páncélos elé egy szál Molotov koktéllal a kezében? Jól tesszük, ha örökre elfelejtjük azt a szentimentális mászt, amit 56 köré kívánnak kenni a kommunisták utódai. Nehogy elhiggyük, hogy ezek a szabadságharcosok naív, békés tömegként egy-két szó skandálásával kergették ki a hazánkból a világ legnagyobb és legjobban felszerelt hadseregét. Ott és akkor nem békemenetet tartottak Budapest utcáin. Ávósokat lincseltek meg, akiket lábuknál fogva akasztottak fel a villanypóznára, és pénzzel tömték ki a szájukat. Nagyon helyesen. Számukra ők a hősök. Ők azok, akik nem féltek cselekedni, akik nem hunyászkodtak meg, nem maradtak az otthon kényelmében. És ha kellett, erélyesen léptek fel a hazájukat és nemzetüket eláruló kommunista férgek ellen. Mert ezt értemelték azok az AVH-sok, akik fegyvertelen tüntetők közé lőttek, az elhurcoltakat pedig az Andrássy út 60 sötét pince rendszerében kínozták halálra. Nekünk 56-ot folytatni kötelességünk. Az a feladatunk, hogy szellemiségét tovább vigyük, tüzét tápláljuk és győzelemre vigyük ügyét. Hiszen nagyon jól tudjuk az, hogy a vörös zászlót kékre, a vörös csillagot pedig sárgára cserélték, semmit sem változtat a lényegen. A liberális demokrácia ugyanúgy annak a démoni, sötét háttérerőnek a képviselője, mint ahogyan a kommunizmus is az volt. Mind a kettő legfőbb célja az, hogy a tradicionális elemeket végleg elpusztítsa, hogy felforgassa a világot, hogy lerombolja egy normális virágrend utolsó bástyáit. Ehhez eszközeik is nagyban megegyeznek. Ma, 2013-ban a nemzetiként gondolkozóknak azt kell tapasztalniuk, hogy a rendőrség, a bíróság, az ügyészség eljárásai semmit nem változtak az 50-es évekhez képest. Mi, a 64 vármegye ifjúsági mozgalom tagjai, ezt nap mint nap testközelből éljük át. Említhetném azt az esetet is, amit az előttem felszólaló Völgyi Szabolcs vázolt. Ugyanis én is ott voltam fönt a várban, amikor civil ruhás rendőrök követtek minket, pusztán azért, mert nem voltunk hajlandóak a nyájjal együtt végetni a békemeneten. De a tegnapi napon például Budapesten voltam, a Markó utcai bíróságon. Ugyanis egy vármegyés bajtársunkat a Jobbik október 23-i rendezvénye után elhurcoltak a rendőrség, köztársaság rendőrei. Három nap fogvatartás után vádat emeltek ellene egy teljesen elképesztő, hazug, politikai érdekekből kreált koncepciós eljárást indítottak ellene, aminek egyetlen egy célja az, hogy hisztériát keltsenek és megfélemlítsenek.
De jobb, ha tudják, minket nem abból a fából faragtak, hogy megrendülnénk egy kis szélfuvallattól. Nekünk a példaképeink az 56-os szabadságharcos hősök, akik nem riadtak vissza akkor sem, ha egy T-54-es harckocsival kellett szembenézniük, akiket nem lehet megtörni, nem lehetett megtörni még akkor sem, hogyha a körmüket fogóval tépték le, akik bátran néztek farkas szemet a vörös némmel. De ne felejtse el senki. Az 56-os hősök nekünk abban is példát mutattak, miként kell bánni azokkal a hazaárulókkal, akiknek legfőbb tevékenysége a saját nemzetük sárba tiprása. Fel a győzelemre!